Sziasztok! Ma szóval szereztem egy Simplexet, MPM 10-es motorra, kicsit megbontogattam, az kuplunk hiányos. Már szereztem hozzá a kuplungot is. Annyi van, hogy ami kuplungot tudtam hozzá szerezni, az a ugyanennek a váltónak, de a 7-es motorra szeret kivitelű kuplungot tudtam szerezni. És az van vele, hogy ugye a Minsel 165-ös főtengely, meg az MPM 10-osé nem egyezik, úgyhogy ennek a főtengelyéből ki lesz szedve, és a kupja le lesz esztergálva a 7-esére, és akkor fel fogom tudni rárakni a kuplungot. Hát vannak rá rajta hiányosságai, hogy lássátok, ilyen. Nem tudom, mikor fogom tudni életre kelteni, de én is kíváncsi vagyok. Azt mondják, ezzel a 10 lovas motorral nagyon jól fog muzsikálni. Na, hát kíváncsi vagyok. Úgyhogy most jelenleg így áll. Tehát van rajta szimmering tömítés cseréje. Sárvédőt felszerkeszteni rá. Úgyhogy ez jelenleg így néz ki. Hát addig, ameddig nem fogom tudni megcsinálni a kuplungját, és ez a sztergelyes nem fogja leszedni a kubból, addig késezés, váltó rendbetétele, meg egy-két apróság esztétikailag, hogy a motorja az még szinte bontatlan. Úgyhogy jelenleg így áll ez a projekt. Hát nem tudom, mi lesz belőle, ha nem, akkor megy a vastalapot. Sziasztok!